ezek általában ilyen általános iskolás ruhák. Folyamatosan érkeztek a különböző adományokkal a szekszárdiak az egyik helyi cukrászdába. Volt, aki gyerekruhákat, más játékokat, tartós élelmiszert, vagy éppen védőfelszerelést hozott, amiket Nagy Anita, a Karöltve Szekszárdért csoport ötletgazdája vett át, és szortírozott megszokott mozdulatokkal. Ezek az adományok most az egyszülős családokhoz kerülnek majd. A közösségi oldalon létrejött csoporthoz néhány nap alatt több ezren csatlakoztak. Az eredeti céljuk pedig nem volt más, mint segíteni a koronavírus járvány megfékezésében kulcsszerepet játszó mentősöknek. Több teherautót is megtöltött az a rengeteg adomány, amit összegyűjtöttek. Első körben bútorokat, ágymatracokat, élelmiszert juttattak el a mentősöknek, hogy berendezzék és élhetőbbé tegyék azt a helyet, ahol most kénytelenek állomáshozni. Később újabb ötlettel álltak elő a segítőkész szekszárdiak. Akkor jött ki, hogy hát esetleg szükség lenne a mosószárítógépre, mosogatógépre, ugye fontos volt a fertőtlenítés miatt. És hát rögtön jelentkezett például Radnóti Gábor, aki mondta, hogy a péntekre rendelt magának, a családnak egy mosógépet, szárítógépet, és hogy ő akkor ezt nem is viszi haza, nem felajánlja. Egy idő után önálló életre kelt a csoport, és nem csak felajánlók, hanem segítségre szoruló emberek is jelentkezni kezdtek. Így a csoporton keresztül egymásra talált a két oldal. Nagy Anita azt mondja, nagyon megható volt ezt látni. Az emberek csatlakozni szerettek volna ehhez a pozitív gond, a segítőkészségükkel, tehát hogy valamit tegyenek. És ez egy ilyen nagyon-nagyon, most is lép a bőrös vagyok, jó érzés volt ebben részt venni, és igazából mi lecsatornáztuk, tehát a kérést és az adományokat közvetítettük, szépen kértünk, nem követeltünk senkihez, nem mentünk oda, az emberek maguktól jöttek. Hetente kétszer fogadják az adományokat az egyik helyi cukrászdában. Ezen a héten szerdán és szombaton 10-től délig lehet bevinni a csomagokat, amiket rászoruló családoknak, gyerekeknek juttatnak el.